Reggel Vietnám! Sziasztok gyerekek, Ürva Csatjén! Hát remélem mindenki épp ugyanannyira izgul, mint amennyire a képpapák, mert az izgalom az megvan bőven. Hát nem tudom, hogy mi lesz, beengedjük a zombikat a Skybase-embe. Úristen, nem felejtettem el semmit, gyerekek. Ojajajajajajaj, nem tudom. Nem tudom, mit csináljak, lehet, hogy ide ilyen, akármilyen blokkból kéne valami védelmet mögém eszkobálnom, még ha csak ilyen bármilyen blokkból is, most tudom, az jutott eszembe egy hirtelen, hogy... Jaj, nem a bazben jönnek. Jaj, hallom őket. Most a nagy kérdés, hogy mi fog történni. Ez érdekes, mert... Ezek hova futnak? Mert itt láttam őket, aludtam. Jézus Isten, föl fognak ezek jönni? Azért nagyon parázok. Lehet, hogy kibontják alattam a dolgot. Imádkozzatok, hogy a lépcsőn próbálnak feljönni. Följönnek, bazd meg. Ej, ez a kettő robot, ez mi a szart csinálnak amúgy? Ne bazd, pont majdnem kilökte oda. Lelökte! Jó. A matyak haskó... Működik, bazd, működik! Kicsit robotok lassúak. Ez nagyon beteg. Most arra vagyok kíváncsi, nem kezdik el bontani, ugye? Gyerekek, működik a dolog? Fuck yeah! Az a nagy probléma lehet, hogy elkezdik bontani. Meg kéne sassantanom. Valaki mokorog. Megjött. Ha, hülye bozze! Átlökte oda. Ja, az a baj ugye, hogy valamilyen szinten tényleg be kell ezt keríteni, mert így eléggé kaotikus. Jézus Mária! Hát ez working! King, king, working! King, king, working, az új bázisom. Laza, laza, laza. Faszé hallott. Ezek nagyon jók, ezek a robotok. Ezek lehet, hogy sebződnek egyébként, attól félek. Hallod, ez így nagyon laza, meg nagyon sok ideig tartik, följönnek. Meg lehet, hogy bontják. Mindjárt így, így omlik össze, mint a World Trade Center az egész. Jaj, ne, itten van baj. Az, amik művelnek ezek a robotok, dikasz. Annyi, hogy az olyan zombik, amelyik ranged támadással támadnak, azokkal kell valamit kezdenem mindig. Hogy jönnek? Hogy futnak? Hogyha ezt meg tudod csinálni ilyen nagyon hosszúban, és nagyon sok ilyen löködővel egyszerűen, AFK-ba az is tudsz készíteni. Ez nagyon vicces egyébként. Ja. Ó, dvaj. No probléma, gyerek, no probléma. No problémo, no problémo. Igen, rendőr zombi nem barát. Meg ugye az is probléma, hogyha pont úgy lökik meg, ezt úgy kell megcsinálni, hogy valahogy kell fönt, vagy valami, vagy egy lukon tudjanak kijutni, tehát
ne tudják egymásnak így átlöködni. Mert ez tud probléma lenni. Meg egyébként, hogyha belennének lassítva, hogy kellene ugrálni még ezen is, ugye lenne ott egy kocka például, akkor hatékonyabbak lennének ezek a robotok, mert könnyebben eltalálnák. Hát ez, hogyha nem fogják kibontani alul, sajnos pont nem látok rá, akkor lazán mind a kazán. Oda kéne lenéznem, ugye. De szerintem ott nem próbálnak, ezek simán fel akarnak jönni. Ez sima liba, bazze. Azért nem is gyógyítom nagyon magam, mert minek. Annyi, hogyha jön a rendőr zombi, akkor át kell erre váltani. Jönnek, hallani. Ez több mint laza. Meg oké, okay, hogy mit tudom, egy robbantós zombi vagy valami azért már tudna itt kárt tenni nagyot. De ugye egy az, hogy nem akarnak ütni ezek blokkokat, hogyha véletlen úgy jön ki. Jó, még él. Hát a nagy favágó, hát már mi volt már? Alig akart leesni. Egyébként azt nem értem, hogy madarak miért nem jönnek. Lehet, hogy túl magasan vagyunk, és azok valahogy máshogy spawnolnak. De azt látom, hogy madarak nem jönnek. Meg ugye később tudsz csinálni egy csomó turretet, és szarra szét lövik az ellenségeket. És megmondom őszintén, még büszke is vagyok magamra, hogy ez így egész jól összejött. Vannak hibák, megjött a madár. Kellett emlegetni. Valahol madár hangot hallottam. De lehet, hogy alánk spawnold, vagy ilyesmi. Mondom, szerintem az a madár az... bespawnolt alánk. Hát, hogy kéne egyet HP-znom. A rendőr az tud tréfás lenni. Fú. Beengedem a skybase-embe, bazza zombikat. Rohadt sokáig tart nekik följönni egyébként. Itt a madár valahol ketyereg, és szerintem alattam van, nem mondom nektek. Valahogy ki kéne csalni onnan, nehogy elkezdjen bontani, vagy bármi. Bazza, közben meg egy katona zombi. Ja, szerintem alám spawnolja a madarakat, és nem férnek hozzám. Azért az úgy baráti. Na, jön a favágó, az ilyen jó, de kemény. Hát ez több mint laza. Több mint laza. Hogy így potyognak le, bazzak, ez nagyon jó. Vissza mennyi? Nagyon durva egyébként, nagyon meg van csinálva ez. Szinte már unalmas. Sokat szenvedtünk, hogy ez így összehozzuk, de úgy látom, hogy azért ez... azért ez jól sikerült. És tök jó, nem akarnak ütni. Nem akarnak ütni ezek, hanem... ez kurva jó. Ugye nem hal meg, akkor is lezuhan, az jön újra. Hát ráj erősen. Favágó.
Hát jó, loot is leesik. Hát ez elment. nagyon vicces egyébként. Lenne egy csomó ilyen, legyik pakolva. Hát ez itt... Nem is tudom, nem leülhetnék aztán. Szívnám a cigarettát, vagy amit akarok. Tudjátok, mi lenne jó még? Ott azon a falon végig lennének ablakok, és látnám, hogy rohannak föl, érted így, mint a lépcsőházban, így amikor látod ilyen üveges lépcsőházban. Valamikor kiszúr az a turret, szerintem alattam van a madár. Néha így látod, rákapja a célzást, az. Még hogy a kalapács nem jó. Mi van negatív? Hát ja. Jaj. Bazen, ha itt állok, akkor konkrétan mindenképp leesik. Mert megpróbál odajönni hozzám. Ezt láttad? Leestek maguktól? Ezt kipróbáljuk, figyeld. Maradjál már egy kicsit, ne lög le őket mindent. Nem hiszem ebbe azzal, nem lehet itt azért játszani. Jaj, a rendőr! Most ezért kipróbáljuk, ide jövünk. Nem. Egyedül a rendőr az, amelyik még ilyen problémás. Meg hát ugye lehetne olyan, hogy mit tudom, ide be tudnék húzódni, és utána kijönni lőni, akkor az úgy jobb lenne. De így ez tényleg gond. Meg konkrétan ide hátra állok, itt meg se tudnak ütni, de én elütök addig, ahogy észreveszem. Figyelj, ide ér. Vír. És nem kell oda nagyon közel állni, hanem ide hátra. Ide, ehhez a kerítéshez. És innen így tényleg ilyen végtelen guard módod van. Figyeld, hiába jön. Vér. Amely csaj barátnője leugrott utána. Szinte már uralmas, nem gyerekek? És semmi csalás, mármint nem lebegőbázis, meg semmi ilyen extra. Nem csak így... Na, lazulás, figyeld. Szevasz, menjél lefele úgy. Szia! Ó, a némbőr megement. Némbőr woman! De lazák vagyunk. Csak belökte, hogy akart fölkelni. Mami az meg. Vannak gondok itt te. Mi újság van? Pihengetsz? Jó van. Charlie csöcsű. Jó van, na. Jó, ja, hát nem tudnak hozzám félni egyszerűen. Hát ez több, mint easy. Most nem odaér. És a madár, szerintem a madarak azok alattam spawnolnak. És úgy... Ja, jön egy pók zombi. Na. Pók zombi még érdekes dolgokat művelhet. Bár szerintem nem fog. Ja, mar... Na, megjött a póki. Póki ment, jött, póki bed. Mi a madarak beszpónolnak alám, úgyhogy az meg megint egy baráti. Csak nehogy elkezdjenek bontani, de nem látok repedés sehol. De ez too easy, gyerekek, itt too easy. Konkrétan ide leülhetnénk, aztán így várakozhatnék. Mert...
Ezek a hammerek, ugye, hogyha itt is lenne, akkor már elérne ide is, és simán lelöködnénk őket. Ha. Az vicces, hogy még a földön is lökik őket. Még egy óra, már annyi se. És tudom, hogy ez mit tudom én, a 100. napi hordára biztos nem lesz elég, de akkor ugye mi is fejlődni fogunk. Most van ugye a 28. napi horda. Arra nem, hogy elég. Nem, erre tökéletes. Nem tökéletes, hanem über tökéletes. Semmi dolgod nincs. Ezt lehet te izéri. Módosítani, nem? Hát nem hiszem el, bazzak. Na, gyere. Aj. Ő lesz a Stan meg a Pan. Stan meg a Pan. Ki lesz az ügyesebb? Azt meg figyelj, szerintem a madarat. Elmondom nektek. Az. Ott van alattam a madár. Pan. Ez az. Stan meg... Rá van feledkezve a morálra, ez nem jó, mert addig nem akar más csinálni, hanem azt lesi ott, mint az őrült. Vagy pedig mi? Megsérült? Vagy mi történheted vele? Meg kell néznem. Nem. Ohohoho! Oda mentem, fölébredt. Gondolta lecseszés lesz. Hello? Ment a levesbe. Egyedül annyit kell megnézni, hogy bontottak-e alul. Meddig tart nekik följönni, képzeljétek a lépcsőn. Hát még nekem is egy küzdelem. Ah, jöjjön valaki, már unat. Kezd uram. Ne! Ne bántsad! Én akarom meg... Komolyan mondom, ezek minden elrontják itt a játékomat. Ezek itt Turret. Viszont szerintem nem jó raktam őket le, mert erre néznek mindig nagyon, és arra nem fordulnak el. Ez lehet, hogy nem pörögnek ezek 360 fokba. Na, hol van a madár? Ja, ezek még megjöttek, ja? Még vannak. Na, gyertek ide! Jó van, gyerekem! Ezek hogy futnak 4 óra után, azt mondjátok meg? Ja, mert ilyen izék? Infektedek, vagy mi? És akkor mi madár is azt gondolta, hogy elmegy haza? Még jönnek, bazzer? Mi a pöcsöl volt? Ja, lehet, hogy a zombi horda maradványa az mindenképpen még ilyen agresszív. Megjött a Big Mama. Faszoddak fogytoktok le! Az meg láb közé vette az oszlopot! Még mama! Hát tessék, szétvártam a saját! Szegény kapja az ívet, hallod? Az volt a Terminátor-e? Na. Még van valami? Figyelj, szebben megyek mindjárt velük, nem érdekel. Na várjál, addig csináljunk dolgokat. Csak lazán, mint a kazán. Főzöcskézek, ilyesmi. De laza volt ez. Jó. Lemegyünk, megnézzük a lootot azért, mert hátha. Itt viszont lehet megtalálkozok velük. Az a baj, hogy ezért kéne egy másik lejutási lehetőség, mert itt ez megy itt meg, a bárány felhőkbe az, hogy megrekednek itt, aztán itt elgondolkodnak. Várj, annyit kéne csinálnom, hogy így
Izére bántanom kalapácsra majd, azt megnézni, hogy ütöttek-e valamint. De itt például full semmit. És itt a zombi megjött. A fajt, ez ide vártam egyet ennek a blokknak. Ennyi volt az összes hiba szerintem, így kávé full nem ütték ezeket a blokkokat se. Hopp, itt volt valami. Itt valaki becsapott. És az aljába itt beleütöttek körülbelül egy ütésnyit. Gyerekek, ezt mondhatni, hogy ez full jó. Oh. Itt azért nyugtalankodtak egy kicsit. Na várjátok, itt rendet teszek. Van rá esély, hogy az a horda marad vágja. Ezek voltak a lusták, ezek nem jöttek föl. Ez a Benga motoros, de jó sok HP-je van. Na! Viszont meg akarom nézni akkor, hogy itt... Ja, itt beleütöttek, ahogy leestek, aztán megbalondultak. De konkrétan talán egy-két ütésnyit. Semmit, szinte semmit, nem is tudom. Jó. Teljesen frankon működik gyerekek ez a dolog. Nyilván fejlesztelünk el rajta majd, de szerintem ennél jobb. Zombi, horda, vár, eddig nagyon nem is készült el, mármint így részemről. Tök jó. Hármas darab izé, hármas ilyen hammer, mondjuk tudok csinálni már nagyobbat is. Ennek mennyi a izéje? Block damage-e? Várja ma? Most erre kíváncsi vagyok. Block damage 53. Block damage 39. Stamina cost 8. Stamina cost ez 20. Látjátok, ez a baj, hogy izéje van. Hogy ilyen nagyon nagy stamina costjuk van ezeknek. Oké, hello, Ewe, szia! Mi újság van? Az inventoriba a könyveket meg akartam nézni. Hogy mennyibe kerülnek, mert ezeket lehet, hogy érdemes lenne így megveszegetni, nem? Érdemes lenne? Vagy nem érdemes? Mondjuk lehet, hogy nem érdemes. Ja, hát ez mi... Több mint működőképes gyerekek ez a base, úgy látom. Egy az, hogy nem éreznek minket a zombik soha, az szerintem már alapban egy ilyen nagyon, nagyon jó dolog. Nem érzékelnek, tehát nem kell attól félnünk, hogy várjátok, kizét kéne csinálni. Vödröt azt minek nevezik? Bucket vagy mi? Kéne csinálni bucketot. És meg kéne próbálni egyébként, hogy... Először ki kéne próbálni, hogy... Ha beleugrok vízbe, akkor sebződök-e 80 blokk magasról. Mert akkor a lejutás az ilyen tök jó lenne nekem. Ezt lehet, hogy ebben a részben még belesűrítjük, ez nem olyan egedverően hosszú. Itt van egy ilyen víz, és megpróbálok leugrani. Aztán meghalunk, nem baj gyerekek. Viszont ki kell próbálni, hogy... Mert akkor csinálnék egy olyat, hogy egy helyen leugrok. És akkor instant lesz a lejutás legalább, nem kell annyit tökörészni. Várj, volt itt egy folyó, bazzal, hogy mi van a folyó? Na, ebben a vízbe kéne majd beleugranunk. Fölmegyünk a hídra, és akkor ott építek egy ilyen tornyot, amit majd utána visszaszedek, hogy ne legyen csúnya. Hát ilyen egy sor blokk, szóval nem kell túl gondolni. Vigyünk valamit ma. Nehogy megzavarjam. Az AK egyébként rohadt jó cucc. Na, megpróbálunk beleugrani a vízbe. Kb. 80 blokk magasról. Amit azt hogy fogok tudni kiszámolni? Hát azt úgy fogom tudni kiszámolni, hogy... Nem, kéne írni valami magasságot. Várj, az M-nél írja bal oldalt alul. 48 méter. Akkor fel kéne menni egy 120 méterre.
Mondjuk számolni is tudni az ember, akkor jól kell. Mert hogyha nem sebződök a vízbe, akkor én simán úgy fogok közlekedni azután. Mondjuk megpróbálhatnám így is. Mert igazából legalább nem halok meg, meg mégis akkor ezt kiderül, mennyi vagyunk, 82-n. Akkor, ja, oké, nézzük meg. Hát a rosszabb tudja, hogy most ez szerintem teljesen ugyanannyit sebződtem. Jó, oké, hogy alacsony volt a víz. Mondjuk azért a térdegéről vízbe beleugrottam, de... Na most bazd meg, még el is törtem a lábamat. Nagyon jó vagyok egyébként. De szerintem egyébként nem módosít rajt. Mármint nem ugrottam olyan magasra, és nézzétek meg max, mekkora sebzést kaptam. Szerintem a víz az nem módosítana. Figyeljetek, mindjárt megoldom, hogy ez meg baruljon le. Na, az nem nézett ki rosszul. Ja, hát ez nem volt a legbabább. Nem jó ez a vizes megoldás, akkor gyalogolnom kell. Ez szomorú, szomorúan veszem tudomásul. Jó, hát még gyógyítjuk magunkat. Most egyelőre nem nagyon kell ilyen cucc. A következő részben szerintem elvegyünk, csináljuk ezeket a tier 3-as questeket, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mégis mennyire lesz ez erős. Meg ugye akkor megyünk fölfele még nagyobb szintűre. Vissza fogunk menni majd a régi bázishoz, elhozunk mindent egyébként. Ugye veszünk itt egy izét, nyugalom gyerekek, minden jó lesz mindjárt. Ez a Ülik bezárja az ajtót előttem. Tök jó van, ez mindig van nála, ja. Come back soon. We restock often. Ja, akkor ez az ugrás, ez nem megoldás, én úgy gondolom. Semmi gond, annyi baj legyen, gyerekek. Jó, szerintem felmegyek, kipakolok. Átrendezzük a dolgokat itt egy kicsit. Kaptam egy-két lootot, ilyesmi. Meszünk, meg bepakolunk, mondjuk sütni valamit, ilyesmi. És akkor elmegyünk kirándulni. Várjál, előveszem ezt a kalapácsot, hogy így tudjam látni, hogy esetleg van a... Valaki támadásba rendült, nem mondom nektek. Nézzem, hogy esetleg nem-e... Nem tudom egyébként, szerintem, hogy most már úgy van a rendőrzombi a range-en belül van, akkor lő mindenképpen, még hogyha nincs tiszta rálátással rád, akkor is. Lehet, hogy a rendőrzombi köpködött itt össze-vissza. Vagy ki tudja. Meg mondjuk itt én is lövöldöztem az előbb. Úgyhogy lehet, hogy azt sebzeztem meg, de egyáltalán nem bontják, látjátok? Nem bontják ezek. Nincs ez. Az a baj, hogy itt lőttem. Úgyhogy, ahogy jöttem le, az is sebzi, azt hiszem, a blokkot. Persze, hogy sebzi. Meg hát annyi baj legyen, most így végigmegyek, érted, azt elhasználok 50 darab cobblestone-t, vagy majd betont, ahhoz, hogy lejavítsam. Ez kész. Itt is valamit egyszer ütöttek, de aztán úgy látom, hogy nagyon nem. Oké, gyerekek, hát tökéletesen működik az egész. Perfekt. Hibátlan. Csuda jó. Imádom. Néhányan nem bíztak benne, hogy működni fog, meg hogy nem ezen az útvonalon mennek, meg hogy ez meg az, meg hogy ugye ki fogják dönteni az alját. De úgy látszik, hogy ezzel nem volt gond. Jó, ezt elszedem. Aztán mindenképpen hányadik napon lesz? 28. 35. 35. napon jön a következő horda. Arra mindenképpen a betonozást meg kell tanulni, úgyhogy ráfüggünk a questekre, és minél jobban fejlődjünk, az a lényeg. És hogyha a betonozás megvan, akkor ugye meg tudom csinálni ezeket a pilléreket, meg az egészet betonból, és akkor már valószínű, hogy el fogja bírni ezt a ketrecet, amiben létezünk, addig ugye, amíg jön a horda. Tehát akkor már jobban fogok itt túlélni, nem lesz az, hogy megkerülnek, meg addig már valószínű, hogy lesz még két robotom esetleg, és akkor 6 darab robot így löködi le őket a francba,
meg ugye a robotok mögé is kell, vagy, vagyis, hát nem, nekem kell egy ketrec, aztán kész. Ja, 6 darab robot azért már elég. De egyébként figyeld, ilyen férfi jel, vagy nem is férfi jel, hanem az az irányt mutatja. Meg azt néztem, hogy a, viszont a legelején van egy ilyen smiley, ez kurva vicces. Rage, meg Rage felirat, nagyon meg vannak csinálva ezek az animált dolgok is. Ja nem, egyébként, hogyha elmegyek távolabb tőle, akkor ilyen pihenő állásba kapcsol. Vicces, jó meg van csinálva, jó lett ez a bázis, gyerekek. Tényleg jó lett. Tök tetszik, nagyon tetszik. Frankó. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek. Várlak benneteket a következő részbe. Itt kicsit a rendet rakjunk. Lehet, hogy annyit még bevállalok, hogyha nem gond, gyerekek, hogy itt a rendet kapok, kész, pia. Legyen minden kirakva, aztán majd maximum akkor tele esszük isszuk magunkat. Kész kaja. Itt meg fölöslegesen égnek a dolgok. Kész kaja. Oké. Okay. Kaja alapanyag. Más nincs. Ja, itt ég fölöslegesen ez a dolog. Ebbe be kéne minél több dolgot egyébként olvasztanom, ha már egyszer. És akkor ugye nem kell vele szarakodnom, hogyha... Hogyha akarok valamit csinálni, akkor egyből tudok, tudod, lőszert vagy bármit majd. Oké, ez is mehet bele. Meg menjünk bele a vas akkor, azon a nagyobb szükségünk van. Jó. Clay kell majd bele még, nagyon sok. Meg ugye az Iront, azt ki is vettük mindent. Tök jó, szuper. Mi van még nálam esetleg? Ja, hát konkrétan ki kéne pakolni. Vas. Kör. És a lőszert azt lehet, hogy fogom olyan a weaponhoz. A lőszert azt lehet, hogy fogom majd hurcolni magam armor. Tools. Oké. Okay. Túlszhoz még bemegy ez is. A fához bemegy ez. A szervetlen crafthoz bemegy ez, meg ez. A szerves crafthoz bemegy ez. De egyébként, ja, én nem használom ezt a gombot. Mindig elfelejtem. Ja, egy csomó fegyvere egyébként ott maradt. Az előző helyem. Ja, meg a izék, a növényeim. Növényeim is ott maradtak. Ide tudok csinálni azért egy néhány sornyi növényt, ez tök jó lesz. Jó, gyerekek, működik minden, szuper minden. Innen folytatjuk, ki vagyunk pakolva, nekivágunk a nagyvilágnak. Innen is kipakolok egy-két dolgot, mondjuk azt magammal viszem, a járvány meg ez a kettő kell igazából. A többi az le van szarva. Ugye? Tök jó. Ja nem, bazd, azt hittem, hogy csak ez az egy van átra, de nem, hanem az egész sor. De hülye vagyok. Nem figyeltem ez alatt, mert így nem látszik, csak ott az. Semmi gond. Jó, akkor vizet nem kell ide hordanunk, mert azt terveztem, de nem jó, nem működik ez a vízes dolog. Kár. Bár aztán lehet, hogy valami nagyon mélyet ásnék, és azt megtölteném, az működne. De hát olyan túl sokat nem fogunk lefelfutkozni, most hogyha itt vagyunk, akkor tevékenykedünk, ha lemegyünk, akkor meg csináljuk a dolgokat, akármit is. Jó, gyerekek, tényleg elbúcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jók legyetek, várlak benneteket a következő részben, remélem, hogy tetszett ez a zombis rész. Sziasztok!